Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Kamerazene, a fájdalommentes zenefüggőképző, a nevem Mona Dani, a mai témánk pedig az improvizáció. Az improvizáció elég nehezen kutatható történetileg, hiszen mindig is volt. Arról szól, hogy valaki rögtönöz, a rendelkezésre álló eszközökből létrehoz valamit, és azt azonnal elő is adja. Lehet ez beszéd, tánc, esetünkben pedig zene. Egy olasz szóból improviso, váratlan jelentésű szóból származik, tehát tényleg valami olyan, amire nem lehet előre számítani, hiszen ott helyben születik. A klasszikus zenében gyakorlatilag a kezdetektől jelen van, vannak olyan műfajok, mint a toccata, vagy a később a fantázia, amik direkt erre alapoznak. De ott vannak a 19. századi virtuózok, akik rögtönöztek a koncertjeiken, vagy ott vannak a kadenciák a tételek végén, amit szintén az előadók találtak ki ott helyben. Hogy ez mennyire zeneszerzés, és mennyire előadó művészet, azt nehéz meghatározni. Voltak korok, amikor lenézték az improvizáló művészeket, mert igazán magas művészetnek a komponálást vélték. De vannak olyan kultúrák, például Ázsiában, ahol ez volt a legmagasabb művészet, ha valaki rögtönözni tudott, és a lelkét ott helyben tudta kifejezni a lehető legmagasabb módon. De hogy ne én beszéljek erről, és ne is nekem kelljen zongorázni, elhívtam egy olyan művészt, aki improvizál, aki zongorázik, és aki beszél is nekünk majd az improvizációról. És már itt is van a Kamerazene legújabb sztárvendége, a sorozat főcímzenéjének zeneszerzője és előadója, Tálas Áron jazzzongorista, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést, és te vagy az első személyes interjú alanyit a sorozatban, úgyhogy nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Köszönöm a meghívást, Korona Pacsi. Természetesen az improvizációról fogunk beszélgetni, ahogy már a műsor elején felvezettem a nézőknek. Ha már szóba hoztam, hogy a Kamerazenének a főcímzenét te játszottad föl, ugye ez a egy kiállítás képei című Muszorszki darabnak egy részletének a jazzesített változata. Ennek kapcsán hadd mondjam el, hogy van olyan, hogy szabad improvizáció, meg van olyan, hogy kötött improvizáció. A szabad improvizáció, amikor tényleg csak leülsz kvázi a zongorához és azt játszol, ami csak eszedbe jut, a kötött pedig, amikor valaki valamilyen kereteket ad neked, jelen esetben most én adtam neked azt, hogy a kiállítás képeiből játszál. Melyiknek mi az előnye és hátránya, te melyiket szereted jobban, és mik a nehézségei ezeknek a fajta improvizációknak? Hát tulajdonképpen a szabad improvizációnak is szerintem az a lényege, hogy saját magunknak felállítjuk a határokat, tehát tulajdonképpen a kötöttségeket mi magunk adjuk, csak ugye nincs előre ez így lefixálva, hogy milyen időtartamban egyáltalán mik lesznek azok a kötöttségek, de szerintem a szabad improvizációban is akkor jó szerintem, amikor fel lehet fedezni kvázi tudatos dolgokat, vagy olyan dolgokat, amiket ugye az improvizáló ember állított fel magának. Tehát, hogy tulajdonképpen amikor szabadon improvizálok, akkor is valamit mindenképpen játszok. De általában, hogyha valamit elkezd az ember, akkor onnantól kezdve már valami csak jön. És akkor lépjünk egyel vissza, hogy az improvizáció az gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy egyidejű zeneszerzés és előadás. Tehát amit megkomponálsz, azt rögtön elő is adod. Erre van egy csomó kutatás, hogy az ember agyában mi történik, hogy felszabadulnak a kockázatvállalást blokkoló agyrészek, meg tehát hogy tényleg valószínűleg egy csomó skill kell hozzá, mint bátorság, meg hasonlók. De hogy próbáljuk meg ezt a hétköznapi nyelvre, akár a gyakorlatba átfektetve, megmagyarázni a nézőknek, hogy mi átszódik le a te fejedben, amikor improvizálsz. Tehát mondjuk kapsz egy feladatot, hogy Mozart nagy G-moll szimfóniájának első tételének fő témájára improvizálj. Hogy állsz ennek neki? Milyen lépések zajlanak le benned? Hát az első lépés az nyilván az, hogy megpróbálom megismerni ugye az eredeti művet, és a jazz zenészek általában azt szokták csinálni, hogy az alap harmónia vázra találnak ki más dallamokat, esetleg persze nyilván a harmóniákat is meg lehet változtatni valamennyire. Lehet jazzesíteni, mondjuk hangot hozzáadni, vagy a színén változtatni egy picit. Mondjuk ez jelen esetben úgy nézett ki nálam, hogy mondjuk, hogyha csak így blokkokban megnézem ennek a körét, legalábbis az elejének, akkor mondjuk van egy ilyen akkordom, van egy ilyen, utána van még kettő. Ez nagyjából ugyanaz funkcióban. Ami annyit jelent, hogy mondjuk ha játszok egy dallamot, mondjuk akkor az jó erre is, és erre is. Ezek az akkordok azok, amiket Mozart maga leírt a kottában, azokat veszed alapul. Igen, igen. Nem pont úgy, ahogy ő írta le, de funkcióilag ugyanaz. Tehát, hogy tulajdonképpen fel lehet ismerni. És akkor a jazzisták egy ilyen, de nem is kell ehhez jazzistának lenni, a lényeg az, hogy
hogy az alapharmónia vázra találok ki abban a pillanatban más dallamokat. És az lehet többféle stílusban. Oké, okay, azt értem, hogy lehet egyedül improvizálni, tehát csak te és az agyad vagytok együtt, és ott kitaláltok valamit, de a jazzzenészek pont együtt is szoktak formációban játszani. Az hogy működik egy közös improvizálás? Az egy nagyon, nagyon érdekes folyamat, és szerintem hát a legtöbben azért csak azt szeretik a legjobban a jazzben. Szerintem hallgatóként is én azt vettem észre, hogy azt élvezik a legjobban, amikor észreveszik azokat a kommunikációs folyamatokat, amik a színpadon zajlanak. Mondjuk tegyük föl, a zongorista játszik, szólózik, és a bőgős meg a dobos, ez a leggyakoribb formáció, a jazz trió és a zongorás trió. A dobos és a bőgős kísérik, és adnak különböző impulzusokat, különböző, nem tudom, hogyha a szólista eléggé figyel a másik két emberre, akkor tud ötleteket átvenni az ő játékukból, hiszen egyébként a kíséret is improvizatív. Persze vannak kötöttségek, ugye ezek az akkordok, amiket itt az előbb mutattam, hogy nagyjából az lesz, de hogy a bőgős éppen hova hozza a ritmust, vagy a dobos hova fog beütni egyet, azok nincsenek előre meghatározva. Tehát egy folyamatos beszélgetés van. Persze mondjuk, hogyha három ember egyszerre beszél, akkor ezt így nehéz elképzelni, de valahogy mégis ez van. És egy folyamatos éberség szükséges ahhoz, hogy ebből valami jó dolog ki tudjon sülni. Hogy tényleg valamikor engedni kell a másikat, kinyilatkoztatsz valamit, és akkor hagyod, hogy a többiek vagy reagálnak rá, vagy nem. Ez egy ilyen folyamatos dolog. És ez komoly összeszokottság kell, vagy ha most összeteszlek téged egy random nagy bőgőssel és egy dobossal, akkor is fogtok tudni improvizálni? Hát több dologtól függ, de hogyha a random bőgős szokott figyelni a többi zenészre, akivel szokott játszani, akkor valószínű, hogy fog menni. És tanulható szerinted ez a féle improvizáció, vagy kell valami adottság, vagy valami olyan tulajdonság, ami bizonyos emberekben megvan, másokban pedig nincs? Szerintem abszolút tanulható. Nekem nem úgy kezdődött ez, ahogy általában, hogy nem tudom, leülök 4 évesen az zongorához, és akkor játszok, improvizálok. Abszolút. Csak kottából tudtam játszani, még abból se. És a végére egy ilyen kicsit talán romantikusabb, vagy nem is tudom milyen kérdés, hogy a hétköznapi életedben az improvizáció, ez, hogy ilyen nagyon gyorsan hozol a zenében döntéseket, ez kihat valahogy? Tehát, hogy megfigyelted magad, hogy mondjuk az életben is gyorsabban hozod meg ezeket a döntéseket, vagy bátrabb vagy mersz beleugrani valami újba? Igen, sokszor szoktam így párhuzamba állítani ezt a két dolgot. Bár általában a másik oldalról szokták közelíteni, hogy a zenében, nem tudom, az hoz meg olyan döntéseket, aki az életben is. Persze ezt lehet oda-vissza. Néha hozok olyan döntéseket, ami nem tudom, lehet hogy nem hoznám meg, hogyha nem improvizálnék egyébként. De hát ezt nem tudom. Nem tudom, elég rossz gyerek voltam, de hát mondjuk ki nem. Szerintem sok minden abból jöhet, hogy aki improvizál, az is valahogy ki akar nyilatkoztatni valamit. Jó, akkor szerintem játszunk egy kicsit, hogy ne csak ez a pár akkord szólaljon meg a zongorán, amiket az előbb játszottál. Én összegyűjtöttem egy pár slágert, klasszikus zenei darabot, meg még egyéb auditív nyalánkságokat, és arra gondoltam, hogy én mutogatnám neked egy tableten, és te pedig belefűzöd az improvizációdba. Mit szólsz? Próbáljuk meg.
Hát így néz ki az, amikor valaki más által adott témákra improvizál. Köszönjük Tálas Áronnak ezúttal is a részvételt, a beszélgetést és a zenélést. Ennyi fért a mai videóba, hogyha tetszett ez a videó és akartok még hasonlókat látni, akkor mindenképp kövessétek be a Budapesti Filharmoniai Társaság YouTube csatornáját. Hogyha arra vagytok esetleg kíváncsiak, hogy én miket csinálok még a kamarazenén belül és kívül, akkor kövessetek be Instagramon. Találkozunk a következő videóban, addig is hallgassatok sok jó zenét. Sziasztok!